Na hát, újabb egy szép helyen vagyunk. Most megpróbáltunk egy olyan vidékre jönni, ami teljesen eltér a korábbiaktól. Átkeltünk a Dunán, és most itt vagyunk dél külső Somogyban, Somodorban, Somodor melletti gyönyörű nagy táblán, és hát próbáljuk meg egy picit megérteni, hogy hol is vagyunk. Gyakorlatilag, ha valaki ezt a területet ismeri, ránéz egy domborzat modellre, akkor az látszik, hogy az egész terület, ahol itt vagyunk, ez egy éjszak észak, északnyugat, dél délkeleti irányú völgyekkel, törésekkel szabdalt, ami arra utal nekünk, hogy ez az egész terület a bakony előteréből induló patakok hordalékú volt, az építette fel, és ez a szép hegylá felszín kúszott több száz vagy 150 kilométerre el a, a bakonynak a déli lejtőitől. Aztán később ö, érte egy kis változás, a bakony bezökkent, a, a balaton bezökkent, és a balaton bezökkenése magával húzta ennek a hegylá felszínnek a magasabb területeit, és akkor így szépen bedölt ez az egész. Most ezen az eredeti alsó szakaszon vagyunk, ami még később tektonilakailag tovább tördelődött, és az eredeti felszín így szépen kibillent, hosszú déli lejtői vannak, és aztán hirtelen északi lejtőkkel kezdődik az újabb déli lejtősor, és ezeket vagdalja ez az észak-déli, észak-nyugat-délkelet irányú lejtősor. Na most ahol vagyunk ez a völgy, ez egy nagyon kiemelt széles völgy ennek a rendszernek, ez nem egy hétköznapi kis vízmosás vagy eróziós völgy, hanem ez valószínűleg egy tektonikailag bezökkent hosszú-hosszú mély árok, amely végig követhető egészen a Balatonig, innen emelkedik egy picit, felmegy vagy 180-200 méterre, aztán elkezd visszacsökkenni a Balaton irányába. Tehát arra következtethetünk, hogy ennek az anyaga teljesen más lesz, mert ez egy nagyon régen a völgytalpat képező terület. Viszont, hogyha itt a környező területeknek a, a földtani felépítését értelmezzük, akkor ott persze mindenütt, amit alapnak kell vennünk, itt vannak ezek a tengeri üledékek, amelyek az országnak ezt a területét úgy általában jellemzik, és erre kell a tengeri üledékekre hozódott rá ugye a bakonyból jövő aluviális üledék különböző rendszere, Közben erre még hullott igen nagy mennyiségű lösz a Pleistocén idején, úgyhogy ez a három összetevő fogja majd ezt nekünk felépíteni. Ha ágnézzük a táblát, akkor az is látszik, hogy azért lejtésileg sem egyenletes. Most itt vagyunk a völgy talpán, de ha arra felnézünk, akkor a völgy oldal az két egyenletes szakaszból tevődik össze. Amit előttünk itt van, ez a hibrid kukorica, ami most zöldnek e, látszik, az egy szép lankásan emelkedő e, oldal, majd hirtelen annak a végétől még átmegy a másik táblára, elkezd keményen emelkedni, majd eléri ezt a, a völgyközi háttetőt, ami mindkét oldalról domború, tehát az látszik, hogy szépen pusztul le. Ez a lepusztulás ez, e, nagyon tényszerű, mert amikor arról beszélünk, hogy itt a felszínen nagyon jellemző a lösz, Hát sajnos itt azt kell, hogy mondjam, hogy itt egyáltalán nem találtunk löst vagy löszszerű anyagokat, sokkal jellemzőbbek ezek a 60-80% eredeti homokot tartalmazó, vagy néha 50-60% homokfrakciót tartalmazó aluviális üledékek, amelyek a bakony irányából lefették ezt az egészet, és róla a később ráhullott lösz jelentős része eltűnt, lehordódott. Na hát nézzük meg akkor ezt az egész nagyon összetett rendszert, hogy ez talajtanilag hogyan fog kinézni. Itt van rögtön az első szelvény, hát ez nem fog minket meglepni, mert itt vagyunk a völgy talpán, és hogyha már csak a kiásott vagy kihányt anyagot nézzük, uralkodik ugye a mélyebb területeknek ez a szép, mély szürke színe, amit egyébként, hogyha nem árasztotta volna el a víz a szelvényünket, akkor tovább haladva lefelé, egy métertől egy nagyon gyönyörű, nagyon jellegzetes fehér színű réteg követ, egy nagyon kemény mész kiválással, ahol ugye a legalább 25-30% meszet találunk, ott 100 centi alatt. Fölötte viszont nagyon szépen látszik az, hogy ott 50 centitől lefelé az egész anyagunk szürke, fizikai félesége úgy agyagos májok, tele van apró kagylókkal, azok a fehér foltok ott végig kagylók, illetve a vágott felületen ott vannak ezek a szép vörös kiválások, ugye a szürke alapon, tehát a legszebb glejeket találjuk itt a környéken, ezen a területen. Az is látszik persze, hogy e, itt nagyon gyakran meg állni a víz, látszik is, hogy ezen a kis folton, ahol éppen állunk itt, e, itt is befulladt a vetést, nincs is rajta most semmi, ami azt jelenti, hogy fölülről is jelentős mennyiségű vizet kap, és ez látszik is itt az anyagában, hogy gyakorlatilag 50 centitől teljesen megváltozik, elszűnnek a kagylók, amelyeket látunk benne, aminek két oka lehet. Ugye nyilvánvalóan ez a főső 50 centi az időszakosan vagy általában művel terület, tehát itt gyakorlatilag a kagyló maradványok pillanatokon belül ledarálhatók, viszont az anyaga egy picit finomabb, mint az alatta levő, ez agyag, vályog, alatta viszont agyagos vályog, vályog fizikai féleségbe megy át, az aljába pedig már olyan vályog, homokos vályog. Tehát fentről lefelé durvul az anyag, ami tipikusan egy ilyen kis feltöltődő ö, ö, területet ö, jellemez, ahol egyre jobban feltöltődik, egyre lassabban folynak itt a környékű területekről rá a vizek, és az szelektív erózió által elszárított agyagosabb hordalékok pakolódnak ide le. Itt a völgytalpon felfelé egyébként az látszik, hogy gyönyörűen kirajzolódnak ezek a, a, a mélyfekvésű, láncszerűen felfűzött töblözetek. Minél magasabban vagyunk, annál Kevésbé találunk benne ilyen sok anyagot itt vagyunk a legmélyebb területen, és a legmélyebb terület a legagyagosabb, ez persze nem lett meg minket. Tehát ennek az anyaga nyilván a, a völgy irányából felülről jön, de óriási mennyiségű anyag jön a völgy oldalról, majd ezt később is fogjuk látni. Tehát itt rögtön kezdésként van egy egyáltalán nem meglepő... Alluviális hordalék folyamatosan uh, vizes életkörnyezetet jelent, ugye az 50-től lefelé csigákkal nagyon szépen látszik, hogy ez még egy idősebb bolygatatlan uh, víz uralta területnek a réti talaja, ami aztán később a mezőgazdaság által kapott egy ilyen felső 0,50 50 centit, amelynek anyaga részben ráhordódott anyag, uh, részben eredeti anyag, ami homogenizálva volt, és ezt az egységet látjuk most jelen pillanatban, mivel ez erősen anyagos, és ráadásul sokszor áll rajta a víz, ezért a szerkezeten nagyon erősen leromlott. Nagyon gyakran a művelés hatására rögössé művelhető, ugye ez általában az ilyen mélyfekvésű, vizenyős területekre úgy jellemző ford lesz. Tehát itt van rögtön egy viszonylag finom, fizikai féleségű, agyagos vályog, általánosságban tetejétől kezdve messzes, viszont a mész jelentős része az nem a mátrixban található, hanem mész kiválások formájában, és a legtöbb nagyobb része pedig ugye csigák formájában lesz nekünk jelen, de ennek ellenére úgy finoman benne van az agyag, ha az össz agyag, benne van a mész, ha az összmeszet vesszük, akkor ez nagyon nagy mennyiségű mész, viszont amikor csak így elkerüljen, egyszerűen megcsöpögtetjük, akkor azt látjuk rajta, hogy olyan max. egy legkevésbé két keresztes, tehát nem ez az erős pesgés, amit várnánk tőle, miközben a laboradatok 15-20-25-30 százalék karbonátot hoznak ki rá, ami nyilvánvalóan ilyen gazdag kagylóállományán nem meglepő. Viszont az sem meglepő, hogy a Mátrix az veszíti a karbonátját e, nyilvánvalóan, mivel hogy állandóan áll a víz rajta, vagy legalábbis sokáig, és ez a víz ez viszi oldatba-oldatba, és lassan áramlik ugye a völgyben lefelé, tehát van egy enyhe kirúgzás, és persze van egy enyhe visszakarbonátosodás oldalról, de általában az ilyen magas talajvizes területeknél a karbonát, az állandóan vagy gyakran vízben álló területeknél eleve is leesik ahhoz képest, amit a fölötte látó rétegekben vagy található rétegekben találunk. Ez volt akkor itt az alja. S nézzük meg, mi van a domboldalon. Nem álltunk meg feltétlenül a lejtővállon, mert a lejtővállon már a műhold felvételeken is látszik, hogy teljesen a talajképző kőzetig pusztult el a Talaj. és hát gyakorlatilag ott földes kopárok vannak, úgyhogy picit a túl jöttünk, de még a meredekebb lejtő oldalon. Körülbelül egy olyan 5-8 méterrel vagyunk az eredeti plató alatt, és hát látszik, hogy itt még egy picit egy olyan 50 métert megy, aztán kilaposodik, és elérünk abba a mélyben paleoglejes szelvénybe, amiről már beszéltünk. Na nézzük meg, hogy milyen a mi szelvényünk itt. Hát látszik természetesen, hogy ezen a viszonylag stabil lejtő oldalon itt uh, itt olyan intenzív uh, pusztulás jelen pillanatban nincsen, mert van egy jó 1 méter 10 centi mély uh, szelvényünk. 1 méter 10-től megint ez a nagyon éles vonal, ugye a kilúgzás határa, tehát onnan kezd pezegni, Ami nagyon más, mint az előző szelvény, az az, hogy ö, itt ez nem az a nagyon finom puha anyag. Ez, ez, gyakorlatilag ebben az időszakban csákány kellett, hogy kiszedjük. És hát ez a csákányozás ez nagyon-nagyon durva volt és lassú. Gyakorlatilag 40 centig volt benne minimál nedvesség, addig lehetett ásni, alatta kőkemény volt, és ez gyakorlatilag jellemző volt végig, ez 1 méter 10 centig, amikor is ez a viszonylag Durva homok frakció előjött. Tehát ki is mondta a nagy különbséget, hogy itt már a homokban vagyunk benne, és ezen a homokon képződött, illetve valószínűleg nem csak tisztán ezen a homokon, hanem a homokra ráhordódott keverék finomabb üledékeknek az egységén. Tehát ebbe biztos van lösz is, meg van ez ugyanez a sok uh, uh, aluviális homok, amit a bakony irányából érkezett. Van szokásunkhoz híven megint egy 0,40 centis humuszos A szintünk, a természetesen, mint korábban mondtuk, ez nem egy eredeti szint, hanem ez a művelés által összekevert szinteknek a a a humuszos szint, a kirúgzási szint, meg valószínűleg ugye a BT szintnek a tetejéből is szed kicsikét, és ezt keveri be. Alatta van egy nagyon gyönyörű és lehet látni, hogy a feltárt oldalon ott a 60 és 80 centi között sokkal mélyebb barna színe van, mint a másik oldalon, tehát a Matrixnál sokkal mélyebb barna színe van, ez azt jelenti, hogy a szerkezeti elemek felületét valami beborítja, és ez a valami ugye az a fentről lefelé mozgó agyag, és ez az agyaghártya. A tetejének a fizikai félesége homokos vályog. Alatta viszont ezen a szinten egy homokos agyagos vályog fizikai félességünk van a BT-re, ami 80 centitől egy gyönyörű átmeneti szintet hoz, még vannak gyenge agyaghátyák egészen 110-ig, és alatta pedig nagyon hirtelen vonaltól kezdve elérkezünk a homokos fizikai féleségű nagyon erős karbonát tartalommal bíró 15-20% karbonát is vannak benne homokkal. Tehát gyakorlatilag ezek a kicsit gyengébben lejtő, tehát nem a legmeredekebb lejtőván, hanem alatta a kicsi, kisimuló lejtő oldal, de még nem az az ellaposodó, aminek a, a paleog volt az alján. Egy ilyen szép uh, agyagbemosódásos barna erdőtalajunk van, ami viszont már nem löszönképződött, hanem sokkal magasabb homoktartalmú kevert üledéken, így a víztartó képessége is sokkal gyengébb, tehát sokkal hamarabb kiszárad, és ennek volt a, az eredménye ugye ez a nagyon kemény csákányozós munka, ami a szelvény kiszedését igényelte. Ez egyébként úgy általában jellemző, hogyha homok meg agyag keveredik valami nagyobb mennyiségben, akkor az mindig, hogyha összeszárad, akkor az nagyon-nagyon kőkeményé tud beállni, ami természetesen ugye művelési gondokat is okozhat. Na most persze erózió van, ezen a területen, de nagyon érdekes, hogy itt az eróziónak nem a szokásos válfaját látjuk, tehát amit itt úgy elképzelne az ember, már hogy nem feltétlenül itt, hanem úgy általában, mert ilyen lejtés viszonyok mellett azért a barázdás erózió az már jellemző. És hogyha elnézünk ide, itt látszik mellettünk, és ezen az egész oldalon, így ha távolba átnézünk, akkor kis keresztirányú, fél méteres, egy méteres vízmosások. Tarkítják ezt a területet, és ebbe a vízmosásba is ástunk egy szelvényt, csak hogy látszódjon, hogy gyakorlatilag, amit itt látunk, ha ezt összekötnénk, ezt a felszínt, akkor kapnánk meg azt az erózió előtti felszín felszínmagasságot, amit ezek a barázdás erózió kialakulása előtt voltak. És nyilvánvalóan, ahogy az barázdás erózió így mélyíti, így vonalas eróziónk van, és furcsa módon a, a kihantolt fehér foltok a műholdképpen is. Ugye részben jönnek így hosszában, a fő lejtővonalban, ahol ugye a legnagyobb lejtőtörés van, ott a lejtőválon, ott vannak kihantolva, és annak erre merőlegesen, mert természetesen, ahogy ezek az erúziós barázdák mélyülnek, oldalirányból mindig mosódik beléjük a, a talajanyag, ezért oldalról pusztul, és egy idő múlva oldalról is eléri a talajképző kőzetet, és akkor gyakran, hogyha a tetejével összeér, akkor ilyen t-alakú, két oldalról így záródó, derékszögű kis foltokat eredményez. Nézzük meg akkor azt a másik szelvényt! Látható, hogy ez egy nagyon egyszerű szelvény, ezt direkt ide ástuk az erúziós barázda aljába, semmi nincs sajta, csak a tetején van egy 20 centis ö, humuszos ászint, és alatta már rögtön az erősen pesgő mézfelhalmozódással jellemzett homok van. Tehát gyakorlatilag az a szelvény, amit tőlünk 15 méterre az egyenes lejtő oldalon megvan, az itt teljes mértékben eltűnt. És helyére ugye van egy olyan szervény, amiben a víz mindig mélyítőleg hat, tehát mindig vágja magát bele, de két oldalról mindig kap újabb és újabb e, talaj utánpótlást. Ettől van ez a kicsit sötétebb színű feltalaja, de ez mindig idéglenes, nagyon dinamikusan változik az anyag, mert folyamatosan ezt is kimossa, közben folyamatosan egyre távolabbról és távolabbról húzza majd magára a, a talajanyagot. Tehát gyakorlatilag ezek az eróziós barázdák részben mélyülnek, részben pedig ugye a kihaldott anyag által jellemzett völgy szélesség, nevezzük völgynek, az pedig folyamatosan nő, tehát gyakorlatilag iszonyú mennyiségű anyag megy itt el. Amit még ehhez egyébként a szelvényhez hozzá kell tenni, nem is inkább a szelvényhez, hanem inkább ez, ez az eróziós barázda folyamathoz. Ez Amikor kifutnak ezek az eróziós barázdák oda a laposokra, ott nagyon gyakran ö, kis kúpokat építenek, és ezen kúpokba felhalmozzák azt az anyagot, ö, amit innen szállítottak el, és ezzel gyakorlatilag elkezdik magukat egy picit visszaduzzasztani. és ezeken a helyeken nagyon jellemző, hogy ahogy így a kifutása az alsó területekhez megér ezeknek a kis erúziós barázdáknak, ott általában... Uh, réties lejtő hordalék talajok jönnek létre, és hiába vagyunk egy méterrel magasabban, mint a völgytal, vagy másfél vagy kettővel, mégis, hogyha kiássuk a szervényt, akkor ezekben áll a víz, tehát olyan mennyiségű többletvíz víz jut ezekre a kifutó kis uh, 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 hordalék kúpokra gyakorlatilag, ami azokat állandóan nedvesen tartja ezek a területek viszont nyilván sokkal szárazabbak lesznek, és ahol itt a lejtésnő, ugye részben az is magyarázata, hogy ennyivel szárazabbak ezek a szervények, mint a tetőn található, miközben azt gondolnánk, hogy a tető az uh, nyilván ott van legmagasabban, nincsen ráfolyás, mégis mivel nincs elfolyás róla, ezért ott legmélyebb a beszivárgás, és ott még ilyen száraz körülmények között is nagyon jó állapotú, nagyon jó nedvesség állapotú talajunk van. Amint viszont ugye átjövünk ide a lejtő oldalra, a lejtő oldalon mindig van, és itt nagyon nagy felszíni lefolyás van, látható ugye a barázda mélyítésből, és ami itt elfolyik, az nem fog beszivárogni, és hogyha nem szivárog be, akkor onnantól kezdve az a talajokat se tudja nedvesíteni. Na hát feljöttünk ide a plató tetejére, és az látszik, hogy itt a tetőn azért szépen kilaposodik. Szinte teljesen lapos, és itt erre felé elkezd majd egy picit lejteni. Az utolsó szervény lesz, amit megnézünk, az ezen a nagyobb lejtésű területen lesz. Na most itt ezen a lapos fedőn itt mindig ö, mást várunk, mint a lejtő oldalakon, azért, mert akkor marad lapos, hogyha elméletileg sok anyag ö, nem hordódik rá, rá akkor, amikor így hirtelen elkezd, épp vagyunk éppen a hátravágódó völgyoldal határánál, itt arra szépen kiterjedve egy sokkal stabilabb felszínt látunk. Na most itt ez sajnos süt nap nagyon, de ez az egyik, ö, ez olyan nagyon típusos ö, agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 90 centi, méterig teljesen e, e, ki van lúgozva. Látjuk, hogy ezeken a, a homokos lösz-lösz e, e, közeten nagyon-nagyon jellemzőek ezek a nagyon-nagyon éles e, határok. Ugye fentről jön az állandó kirúgzás, és az állandó kirúgzás hatására e, megy a mész, megy a mész, megy a mész egyre lejjebb és lejjebb, és minden lejjebb megyünk, annál több e, a, a kilúzási határ alatt annál több meszet fogunk találni, ha közel megyünk, akkor apró 2-3 mm-es mész, göbecsek, százai, ezrei találhatók ott közvetlenül a barna szint alatt. Ez az a mész, ami részben eredetileg ott volt, és közben pedig a föntről érkező meszes oldatok szállítják a meszet, és ezekben a kis mész, göbecsek formájában ott szépen, e, e, vissza e, kiválasztják, és így jön létre ez a méz felhalmozódási szint a, az erdő talajszintje alatt. Viszont fölötte pedig teljesen mézmentes, azért kezd el így barnulni, meg azért kezd el így mállani tulajdonképpen, mert abban a pillanatban, hogy a méz kimegy a talajból, akkor a, a méznek a pH-pufferoló képessége is eltűnik, tehát amíg mész van benne, addig csak hetes lehet a PH vagy ö, a fölötti, tehát mondjuk 8 és feleség. amint a mész elmegy, a PH elkezd esni, és ha savanyodik a környezet, akkor a mállás beindul, ha a mállás beindul, akkor kikerül a szilikát a vas. A vas az a nedvesség körülményeitől függően vagy vasoxihidrát, vagy vas oxihidroxid, vagy vas-oxid, vagy vas hidroxid formájában válik ki. Ugye nálunk leggyakoribb a vas oxihidroxid, vagyis a, 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 a götites ásványoknak ez a barnás, rozsdabarna színe, ettől kapta ugye a nevét a barna erdőtalaj. Tehát amint mészmentessé válik a felette levő rész, beindul a mállás, és a mállás eredményeképpen beindul az agyagosodás. Ha, Megnézzük ugye lent a 90 cm alatti részt, ez már nem az a nagyon durva homok, mint amit az előbb láttunk az előző szelvénynél, ahol a legfinomabb féleség homo, homokos agyagos vályog volt. Itt nagyon-nagyon finom homok, illetve por frakció dominált, tehát már ez olyan igazi lösz jellegű anyag, amit várhatunk is egyébként ebből a lapos tetőből, ahonnan így még, hogyha nem a lejtő oldalakon lenne, akkor nem erodálódott le, hanem itt tudott maradni. Ezen felfelé haladva, 90 centitől 40-ig van egy gyönyörű agyaghátyás BT szintünk, aminek a fizikai félesége vályog. Ez a vályog, ez már nyilván az a homokhoz, vagy homokos vályokhoz képest egy sokkal finomabb anyag, mint ami fölötte van, mert 0-40 között pedig egy homokos vályog fizikai féleségünk van. Nyilván azért, mert föntről ugye az agyag elkezdett haladni lefelé, létrejött egy szép kirúgzási szint, amely kirúgzási szintet ma úgy eredeti formájában nem látjuk, mert ugye egy erdőtalaj úgy néz neki, hogy a tetején van egy vékony humuszos szint, utána van egy porló kirúgzási szint, és utána kezdődik a B szintnek a barnás színe, de itt természetesen a tetején a 0,30-0,40 centis réteget homogenizálja a talajművelést, tehát ezért van ez a a fakó-barnás színű egyveleg színe az egésznek. Az is látszik rajta egyébként, hogy ö, érdekes módon a, a, itt a laposság miatt sokkal jobb a víz képessége, ugyanolyan környezeti feltételek között a másik két szervényt ott lent csákányal kellett kiásni itt a tetején gyakorlatilag végig finom, nedves anyaggal dolgozhatunk. Ez ugye annak az eredménye, hogy amit itt kap nedvességet, az nem folyik el, hanem szépen beszivárog, és sokkal tovább tudja tartani. Ráadásul itt ugye ez a vályog, lösz alapú talajképző kőzetből készült talajunk, sokkal jobb vízmegtartó képességű, mint a, a terület többi része, tehát ez, ez nagyon erősen kitűnik. Valószínűleg ennek is köszönhető az, hogy még most is egykor a szárazság után ilyen viszonylag jó nedvesség állapotok között van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt ezen az egész táblán mindent összevetve, ezek a típusos barna erdőt, agyagbemosódásos barna erdőtalajok talajok alkotják az igazi jó termőképességű területeket. Hát, röviden is tömören, így jellemezhető ennek a táblának a sokfélesége.